A Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezet szerint diszkriminál a választási törvény, ezért az Alkotmánybírósághoz fordultak. Azt kifogásolják, hogy a külföldön dolgozó magyarok nem szavazhatnak levélben, miközben a határon túli magyarok igen. Szerintük emiatt hátrányba kerülnek a külföldön tanulók vagy az ott dolgozók. A Fidesz szóvivője viszont azt mondja, a jogszabály nem tesz különbséget a választók között. Mindenütt a világon megvan az a kockázata. A Nemzeti Választási Iroda vezetője szerint is lehetnek kockázatai, ha levélben szavaznak a választásokon. Páfi Ilona mindezt egy nappal azelőtt mondta, hogy augusztusban elindult a határon túli magyarok választási regisztrációja. Én úgy gondolom, hogy csalás mindig lehet, például a láncszavazást megakadályozni soha nem lehet. Tehát nem lehet egy olyan választást végigcsinálni, ahol azt lehet mondani, hogy 100%-osan nem lesz semmiféle visszaélés vagy csalás. Páfi Ilona ugyanakkor úgy vélte, a jelenlegi szabályok végig gondoltak és megfelelőek. Próbáljuk is fognak levelet. A Társaság a Szabadságjogokért szerint aggályos a levélben történő szavazás, de nem csak az esetleges visszaélések miatt. A szervezet szakmai igazgatója úgy véli, hogy a törvény alkotmányosan elfogadhatatlan alapon tesz különbséget a választók között. A jelenlegi szabályozás lehetővé teszi, hogy levélben szavazzanak azok a választópolgárok, akiknek nincs Magyarországon lakóhelyük. Azok viszont, akik csak egyszerűen külföldön tartózkodnak azért, mert külföldön tanulnak vagy külföldön dolgoznak, de van magyarországi lakóhelyük, ők nem szavazhatnak levélben. A TASZ szerint az egyik Nagy-Britanniában élő és dolgozó fiatalnak több tízezer forintnak megfelelő összeget kell kifizetnie a Szigetországon belüli utazásra, ha szavazni akar a jövő évi választásokon. Ezért az ügyében Alkotmánybírósághoz fordultak. A Fidesz szóvivője azt mondta, hogy a jogszabály nem tesz különbséget a választók között. A mi véleményünk az, hogy a határon kívül szavazók az eddig is a külképviseleten szavazhattak, és ezután is ugyanígy szavazhatnak. Ebben a kérdésben a választási eljárási törvényben nincsen változás, úgyhogy nem értjük a felvetést, de még egyszer mondom, egy ilyen ügynek a kivizsgálása az a magyar igazságszolgáltatásra tartozik. A TASZ abban bízik, hogy még a választások előtt dönt az Alkotmánybíróság, de vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz forduljanak.